Örömmel, teljes szívű, hogy nektek megadatik ez a kegyelem. Erre ma részül, hogy sokan mondták, hogy ó, csak három gyerek van. Igen. De erre azt mondtam, hogy sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak. És ti vagytok a választottak most. Jézus Krisztus mindenkinek fölajánlja, minden megkeresztelt embernek ezt a szentséget, önmagát. És ti meghallottatok ezt a szót, és ezt a hívó szót, és válaszoltatok rá. Kimondhatok azt igent, egy igen, Uram, én készülni akarok erre a találkozásra, vágyok erre a találkozásra. De mint minden az életben, ez sem megy könnyen. Mint ahogy az olvasmányban olvastuk, hogy az Isten, miután megteremti ezt a szép világot, odaadja az embernek, hogy munkálkodjon rajta, folytassa az ő alkotói művét, legyen társa, mondhatnánk így is, az Istennek az alkotásban, így minden, ami az ember alkot, munka. És a munka viszi előre az emberiséget. A munkának kell, hogy becsülete legyen, mert akkor értéke a munkának. Akkor van jelentősége. Akkor tudjuk használni az elkészült, teszem az darabot, munkaeszköz, hogyha az becsülettel, tisztességgel elkészítettem, megfelelő képpen. Sokszor bele sem gondolunk, hogy csak azt, hogy most ég a villany, mennyi embernek a munkája fekszik benne. Vagy abban, hogy elkészült ez a viselkedés, vagy bármi, szépülünk bármilyen. Még erre a kamerára is, amire most felveszik bennünket az utókor számára. Mennyi ember munkája fekszik benne. És ezt mind-mind az Istennek köszönhetjük. Mert ő ad az embernek értelmet és szabad akaratot, amikor az ő képére és hasonlóságára megteremtett bennünket, és ez az értelemmel bíró, tudással bíró